Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora június 15-én szerdán. Véget ért az iskola és kitört a nyári vakáció, nagyon sokan töltik szabadidejüket ilyenkor vízparton. Mit kell és mit nem kell tenni annak érdekében, hogy biztonságosan fürdőzhessünk, erről is szó esik majd a műsorban, nézzük a kínálatot. Kitüntetés, Ötvös József díjat kapott a Vasvári Gimnázium igazgatója. Állásbőrze, munkalehetőségek között válogathattak Nyírbátorban. Vízimentés, a cél a biztonságos fürdőzés a szabad vizeken. Ötvös József díjjal ismerték el vezetői munkáját Kovács Ágnesnek, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának. Vendégem a kitüntetett, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gratulálunk a kitüntetéshez, gondolom ez nagyon jó érzéssel tölti el, hiszen ez egy fantasztikus évnek a lezárása. A Vasvári Pál Gimnázium ebben a tanévben ünnepelte a 100. születésnapját, és ennek a végén ön is kapott egy ilyen magas kitüntetést. Igen, mindenképpen nevezetes év ez az év és ez a tanév, hiszen a gimnázium 100 éves évfordulóját ünnepeltük egész évben, és ennek a zárásaként mondhatni, kaptam én ezt az Ötvös József díjat, ami nekem azért is nagyon kellemes elismerés, hiszen a tantestület, a teljes tantestület felterjesztésével döntöttek úgy, hogy ez az elismerés, ez számomra átvehető, tehát megkaphatom ezt a díjat, és igazán nagy öröm, megtiszteltetés, és őszintén megmondom, nagyon meghatódtam, amikor kaptam az értesítőt arról, hogy átvehetem ezt az Ötvös József díjat. Jó érzés, amikor a csapat, tehát az, akit az ember, akikkel a mindennapokat töltik, úgy gondolják, hogy az ember érdemes egy ilyen díjra. Így van, 1996 óta dolgozom a Vasvári Pál Gimnáziumban, és 2011-től látom el az intézményvezetői feladatokat, és tulajdonképpen csapatmunkáról van szó, hiszen a tantestülettel együtt gondolkodva, együtt dolgozva értük el és érjük el azokat az eredményeket, amelyek úgy gondolom, hogy városszerte ismertek. Mitől vonzó a Vasvári Pál Gimnázium? Mert tudom, hogy azért sokan jelentkeznek, van nagyon sok ismert ember, aki a Vasváriban végzett annak idején, Szabó Tünde, most ugye politikus, de sportolóként ismeri elsősorban az ország őt. Szóval mitől vonzó a Vasvári Pál? Egyrészt a sokszínűségétől, tehát olyan továbbtan olyan választékot, olyan tagozatpalettát kínálunk, amiből úgy gondolom, hogy mindenki tud választani, van művészeti kategória, tehát az énekdráma tagozatunk, nyelvek, a spanyol, az angol, a német, de aki úgy gondolja, hogy az orosz nyelvet szeretné elsajátítani, az is megteheti. Nagyon népszerű az informatika és az emelt szintű biológia, kémia, és hát természetesen ne feledkezzünk meg a testnevelés tagozatról, aki, vagy ami lassan fél száz éves lesz, és indítjuk a következő tanévtől a kadét programot is 10 tanulóval. Na, erre még egy kicsit visszatérünk. Ez a 100. tanév milyen volt? Hogy emlékszik vissza? Emlékszem, hogy minket is értesített, és talán ott is voltunk a tanévnyitón, amikor indult ez a 100. tanév. Hogy sikerült, méltóképpen sikerült-e megünnepelni a 100. születésnapot? Nagyon készültünk erre a születésnapra, és az ünnepélyes tanévnyitót azt még meg tudtuk rendezni, de a Covid korlátozások miatt azok a tervek, amelyekkel eredetileg készültünk erre az ünnepi tanévre, ezek egy kicsit átalakultak, csak bizonyos rendezvényeket előírásoknak megfelelően tudtunk megtartani, de én azt gondolom, hogy a megemlékezések, a kiállítás, amit meg tudtunk rendezni, illetve a jubileumi emlékkönyvnek a megjelentetése, ez mindenképpen belefért ebbe a jubileumi tanévbe. Ugye 100 év eltelt, jön egy következő 100 év, milyen terveik vannak a jövőre nézve? Itt említette azt, hogy a kadétprogram például egy fontos eleme lehet, hogy színesítsük a palettát. Mit kell erről a kadétprogramról tudni?
Hagyománya van a Vasvári Pál Gimnáziumban a katonai képzésnek, és egy teljesen más elven működő, nagyon nyitott program, a kadétprogram, ami lehetővé teszi azt ezeknek a fiataloknak, hogy megismerkedjenek a katonai alapismeretekkel, honvédelmi alapismeretekkel a középiskolai tanulmányaik során, és amennyiben úgy gondolják, nem egy kötelező program, de amennyiben úgy gondolják, akkor a továbbtanulást, a későbbi pályájukat is a honvédelem keretében tölthetik, nem feltétlenül hivatásos katonaként, hanem valamilyen diplomás emberként, de a honvédelem keretein belül. Így aztán, hogyha akar, akkor katona is lehet az, aki a Vasváriban végez a későbbiekben. Lassan véget érnek az érettségi vizsgák, ugye most a héten kezdődtek a szóbelik. Igazgatóként, pedagógusként hogy látja a vasvárisok, már amennyi egy igazgató megismerheti részletesen az eredményeket, hogyan sikerült ugye ebben a nagyon nehéz covidos két évben vagy több évben felkészülni a diákoknak, a végzősöknek? Hát mindenképpen érezzük a COVID két éves online oktatásának a következményeit, de úgy gondolom, hogy ebben a tanévben a jelenléti oktatással, amit tudtunk, pótoltunk a kollégáinkkal, és azt látom az eredményekben, hogy szépen alakulnak, és nagyon bízom benne, hogy a tanulóink, akik olyan 95%-ban tovább tanulni szeretnének, be is jutnak a jelölt felsőoktatási intézménybe. Ha szülőként hallgatja valaki most ezt a beszélgetést, akkor, és a gyermeke még általános iskolás, akkor mit tudna mondani, kiknek való a Vasvári? Azért kérdezem ezt, mert vannak olyan iskolák, vannak olyan gimnáziumok a nagyvárosokban, amelyek mondjuk ilyen versenyistáló típusúak, és vannak, amelyek inkább másra helyezik a hangsúlyt. A Vasvári milyen típusú, tehát ki milyen szülőknek tudna és gyerekeknek tudná ajánlani? Tehát azok a gimnáziumok, ahol ilyen magas a továbbtanulási arány, így a Vasvári is, itt az ember versenyistálót kénytelen működtetni, mert a továbbtanulási feltételeknek meg kell felelni. De szeretnénk mindenképpen közösségi élményekkel is gazdagítani ezt a négy fontos évet a tanulóknak az életében, és nagyon szeretnénk olyan élményekkel megajándékozni őket, amelyekre emlékeznek. Így a Vasvári Színjátszókör szerveződésével iskolai és városi országos előadásokra kerülhet sor. Rendszeresen megjelentetjük a Momentán iskolai újságot, amelyek diák szerkesztőkkel is működnek. Remélem, hogy meg tudjuk rendezni majd az alapítványi bálunkat két év kihagyás után a következő tanévben. Ezek mind-mind közösségszervező, közösségépítő programok, illetve hát az osztályfőnökök igyekeznek olyan programokat szervezni szülőkkel, gyerekekkel, kirándulásokat, családi napokat, amelyek szintén élményekkel gazdagítják a gyermekeket. Tehát a lényeg az, hogyha a jó közösségbe akarja a gyerekét küldeni, de azért olyan helyre, hogy majd aztán sikerüljön tovább tanulni, akkor a Vasvári egy jó választás. Mindenképpen. Még fontos talán beszélünk arról, hogy most véget ér ugye a tanéva, véget is ért már a mai nappal, a nyári időszakban részben bezárja Kapirgón a gimnázium, a következő tanévet hogyan indítják el, van-e valami olyan újdonság, amit érdemes most elmondani? Hát a nyár az karbantartásokkal fog telni. Azokat a nagyobb felújításokat, amelyeket lehet látni, azokat befejeztük. Tehát gondolok az energetikai korszerűsítésre, a tantermek felújítására, és hát ami a leglátványosabb és a legutóbbi korszerűsítés, a sportudvar teljes felújítása. Tehát ezek a műveletek befejeződtek, most inkább a kisebb kozmetikázásra kerül sor, és tulajdonképpen az új tanév az megkezdése azzal fog indulni, hogy az új NAT-nak megfelelően a kollégáim áttekintik a kerettantermeket, a helyi tantermeket, terveket, és ennek megfelelően fogják majd a tanmeneteket megírni. Ez egy új kihívás lesz, hiszen felfut az új NAT a gimnáziumban a következő tanévvel.
És a létszámban hogy állnak, mi hogy fog indulni a következő tanév? Ebben a tanévben 820 jelentkező volt, tehát 820 nyolcadikos jelentkezett 170 helyre. Bőven megvan a létszámunk a fellebezéseket követően is, úgyhogy 38-40-es létszámukkal fogunk indulni. Nagy feladat lesz, az új 5 osztályfőnök az ilyen nagy létszámú osztályfőnökök osztályokkal fog együtt dolgozni. Hát jó munkát és jó nyarat kívánok most. Nyilván a pedagógusok nem fejeződik be a mai nappal a munka, hiszen még azért gondolom a adminisztrációs dolgokat el kell végezni, aztán pedig szeptembertől jó munkát kívánok a következő 101. tanévhez. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm. Állásbőrzét és munkaerőpiaci fórumot tartottak a napokban Nyírbátorban. Bárki találhatott magának megfelelő munkát a kiállításon. Nyírbátor szomszédos romániai Nagykárollyal is összefogott, hogy segítse az álláskeresést. A bőrzén Kindrusz Emese járt. Látványos, interaktív standok a nyírbátori állásbőrzén. A térségből mintegy 20 foglalkoztató mutatta be lehetőségeit. A nyitott munkaköröktől a dolgozói juttatásokig itt mindent megtudhattak a fiatalok és a váltásban gondolkodók. A városvezetés 2019-ben rendezett először ilyen eseményt. A járvány miatt azonban idén tudták újra megszervezni. Egy régi programot indítottunk újra 2019-ben, akkor volt hosszú idő után újra egy expo állásbőrze Nyírbátorban, de aztán sajnos ez az új kezdeményezés a pandémia miatt félbeszakadt, és így most volt ebben az évben lehetőségünk második alkalommal megrendezni ezt az állásbőrzét, amit szeretnénk hagyományteremtően a jövőben legalább 2 évente újból megrendezni, hiszen nagyon fontos ez a város gazdasága számára, hogy megmutassa magát a felnövekvő generáció, az iskolások, a diákok, a munkát kereső fiatalok és családok számára. A kínálat széles. Több ezer dolgozót foglalkoztató vállalatok és kisebb családi cégek is keresik a számukra megfelelő munkaerőt. Szakemberek szerint 8 általános végzettséggel és mesterdiplomával rendelkezők számára is nagy a munkakínálat Nyírbátorban. A város gazdasága nagyon összetett, ahogy is mondhatom, hogy 3 szintű talán ez a legjobb megfogalmazás. 7 multinacionális vállalat működik a városban, ezek mindegyike több száz, sőt van, amíg több ezer fő számára biztosít munkát. Ők adják a város gazdaságának a gerincét. Ehhez kapcsolódnak azok a kis és középvállalkozások, akik az elmúlt években részben ezzel összefüggve, ezt kiegészítve nagyon dinamikusan fejlődtek, és ma már ilyen 20 és 100 fő közötti foglalkoztatotti létszámmal rendelkeznek. Szerencsére ezeknek a vállalatoknak a száma is folyamatosan nő. Ugye ezek azért fontosak, mert ők helyi, itt élő gazdasági szereplők vállalataiból nőttek ki ilyen középméretű, városi szinten középméretű kisvállalkozásokká, és ez alatti szint alatt működnek azok a nagyjából 6-700 kisvállalkozás, aki ezt a 1-2 főtől mondjuk a 10-20 főig foglalkoztatotti létszámmal dolgozik. De ez mindegyik réteg nagyon fontos, hiszen van olyan munkavállaló, aki szakácsként egy kis bisztróban helyezkedik el, és nagyon sokan természetesen mérnökként, közgazdászként, vagy akár betanított munkásként pedig a nagy foglalkoztatóknál. A nagy cégekkel szoros az együttműködésünk, tehát azt, hogy a városban működő 20-30 legnagyobb vállalat honnan, milyen létszámban foglalkoztat munkavállalókat, azzal képbe vagyunk. Nyilvánvalóan a kisvállalkozások, hogy egy kisebb cég, egy 5 fős egyéni vállalkozó, mondjuk egy karosszéria lakatos alkalmazottait honnan dolgoztatja, honnan járnak be, arról nincs információm. Azt el tudom mondani, hogy a nagy foglalkoztatók tekintetében már nem csak hogy az egész megyéből, hanem a megyén túlról is, sőt határon túlról is nagyon sokan járnak dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha bárki jár kell a megyében, akkor látja a nyírbátori cégek logójával felvértezett buszokat. És ez részben büszkeséggel tölti el a szívünket, hiszen ez azt jelenti, hogy a város gazdasága nő, ugyanakkor meg komoly kihívást is jelent, hiszen ez azt is jelenti, hogy a közelből, a környező településekről egyre nehezebb, sőt szinte lehetetlen kielégíteni azt a munkaerőigényt, ami fokozatosan megjelenik. A munkaerőhiány mellett a munkanélküliségi ráta is magas a térségben. Erről már az állásbőrzével egy időben tartott szakmai fórumon beszéltek. Itt elhangzott, Nyírbátor a közelmúltban a romániai Nagykárollyal kezdett együttműködésbe. A két város célja nem csak a helyi foglalkoztatás javítása, hanem a munkaerő határokon átnyúló mobilitása is. Van egy közös programunk, aminek része is egyébként ez az állásbőrze Nagykárollyal. Hiszünk abban, hogy előbb-utóbb a román-magyar határ is megszűnik, és Románia is csatlakozni fog a schengeni övezethez. És ez azért kifejezetten fontos, mert Új lehetőségeket nyit. Mi elsősorban a határmenti járási térségek számára, és ebbe tartozik Nyírbátor is, hiszen ma azt nézzük, a Nagykárolya, amelyik település lényegesen nagyobb, mint Nyírbátor,
távolságban mindenképpen potenciális együttműködő partner lehet Nyírbátor számára, mégis a határ jelenléte miatt ez nagyon nagy nehézségeket jelent. Bízunk benne, hogy ez lebomlik, és azért intottuk ezt a közös programot, hogy mire odáig eljutunk pár éven belül, hogy a schengeni övezetbe kerül Románia, akkor már legyen egy még szorosabb együttműködés a határon túl és a határon inneni munkavállalók és önkormányzatok között. A fórumon Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a munkaerőpiaci helyzet javulása nagyban függ a térségben működő oktatási intézmények szerepvállalásától. 12 év alatt harmadára csökkentettük a munkanélküliséget a térségünkben, de még így is az országos átlagnak jóval a duplája. Tehát nagyon jó ez az állásbőrze, mert egy kicsit ráirányítja a figyelmet a térség aktív munkahelyteremtésére és lehetőségeire. Másrésztről pedig munkaerő hiány is van a térségben, hiszen napjában több száz buszjárat hozza ide a Nyírbátori Ipari Parkba a munkás kezeket, a dolgozókat, és ez azt mutatja, hogy itt helyben nem tudjuk a munkaerőt biztosítani. Nekem az a véleményem, hogy ezt a dilemmát a képzések megerősítésével tudjuk némileg feloldani. Tehát munkaerő van, csak véleményem szerint nem biztos, hogy olyan képzettséggel rendelkezik, amelyeket a cégek tudnak alkalmazni. Úgyhogy a szakképzési centrumoknak és a főiskoláknak, egyetemeknek a térségben, mármint a megyében az a feladata, hogy a piac kívánainak megfelelő képzéseket valósítsanak meg, amivel alkalmassá tudjuk tenni a dolgozókat a foglalkoztatásra. A fórumon résztvevő foglalkoztatók Szabolcs-Szatmár-Bereg aktuális foglalkoztatási mutatóiról is képet kaphattak. Az elmúlt két évben ugyan pandémia rányomta a bélyegét, és ez gazdaságilag is, és természetesen a munkaerőpiac szempontjából is negatív hatású volt, de az intézkedések, a kormányzati intézkedések hatékony végrehajtása eredményeképpen kilábaltunk, azt mondhatom, ebből a helyzetből. Természetesen az ukrán-orosz háború sem kedvez a munkaerőpiaci helyzetnek, de a megfelelő intézkedések megdöntésre kerültek, és ezeket igyekszünk végrehajtani. Összességben azt tudom mondani, hogy a munkaerőpiaci helyzet mind a Nyírbátori térségben, mint a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatosan az elmúlt 10 évben javuló tendenciát mutat, hiszen 2010-ben 61 ezer regisztrált álláskereső volt, és most 25 ezer alatti az álláskeresők száma. A Nyírbátori térségben 2700 fő a regisztrált álláskeresők száma. Nagyjából éves átlagban ez 3000 főt tesz ki, 10 évvel ezelőtt 4900 fő volt a regisztrált álláskeresők száma a Nyírbátori térségben, tehát itt is egy javuló tendenciáról tudok beszámolni, ami pedig Nyírbátor várost illeti, most megnéztem friss adat, 871 fő a regisztrált álláskeresők száma, 10 évvel ezelőtt 1200 fő volt, tehát a város szempontjából is javulnak a munkaerőpiaci mutatók. Azt tapasztaljuk már az elmúlt egy-két évben, hogy jelen van megyénkben is, mint talán azt mondhatom azt, hogy országosan is, hogy egyszerre van munkanélküliség, hiszen azért még 25 ezer álláskereső van jelenleg is megyénkben, és egyben munkaerő hiány is van. És már nem is emelném ki a hiány szakmákat, hanem azt mondhatom, hogy szinte valamennyi ágazatban munkaerő hiány van, aki akar és tud most megyénkben és a Nyírbátori térségben is, és azt gondolom el tud helyezkedni, mert a munkáltatók várják a friss munkaerőt. Friss hír, és akkor már megragadom a lehetőséget, hogy megjött a minisztériumtól az indítólevél, lesz az idén is nyári diákmunka, július 1-től augusztus 31-ig, a 15 és 24 év közötti fiatalokat várjuk, nappali tagozatosokat, és tudunk nekik nyári diákmunkát biztosítani. A munkaerőpiaci fórumon az is elhangzott, a megyében nincs még egy olyan város, amelynek gazdasága, lakosság arányosan olyan mértékben nőtt volna az elmúlt években, mint Nyírbátoré. A város ipari kapacitása a második Szabolcs-Szatmár-Beregben. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának javítása érdekében Legyél te is Nyírbátori címmel dolgozott ki programot az önkormányzat. A város, a munkahely, a lakhatás, az oktatás és a szabadidős lehetőségek összehangolt fejlesztését végzi a jövőben.
A folytatásban egy kérdés. Mi kell egy sikeres vízből mentéshez? A válasz biztos úszástudás, gyakorlat, higgadtság és valamilyen vízen fennmaradó eszköz. Ezt nem én mondom, hanem a szakember. Köszöntöm a 35 perc stúdiójában Vincellér Tibort, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Öntől idéztük, ezt nem tudom, jó az idézet, körülbelül ezek kellenek hozzá? Igen, nagyjából ez. De most nem is mint elnök vagyok itt egyébként, hanem mint vízimentő. Mint vízimentő. Június 15-e van szerda, a mai nappal véget ér a tanév, ugye holnaptól már vakáció, nyilván nagyon sok fiatal, nagyon sok gyermek, de gondolom felnőtt is megjelenik a vízpartokon, nem csak a strandokon, hanem a szabadvizeken, folyókon is. Ilyenkor állandóan erről kell beszélni, nehogy valami tragédia történjen. Elsőként beszéljünk arról, hogy folyókon, tavakon hol érdemes strandolni, és hol semmiképpen ne jusson eszünkbe, hogy vízbe menjünk. Még a jó úszók sem. Na most tehát az, hogy hol érdemes, meg hol szabad, tehát ezt külön kell választani, mert ahol víz van, ugye ott érdemes strandolni, csak éppen nem szabad, illetve mivel nincs kiépített strand, nagyon sokan fürödnek olyan helyen, ami nem tiltott, mert gyakorlatilag az egész folyószakasz tiltott, kivéve a strandokon, a kijelölt fürdőzőhelyeken, de hát nagyon sokan strandolnak szabad strandokon, az úgynevezett szabad strand, ez egy kialakult homokpad mondjuk a Tiszán, és ennél a homokpadnál nagyon kellemes fürdőzni. Na most itt hivatalosan nem szabad, de ettől függetlenül ugye fürdőznek. Érdemes elmenni ugye a strandokra, éppen azért, mert ott van szolgáltatás, többek között vízimentő szolgáltatás is. A vízimentőnek van egy feladata, az az, hogy minden nap be kell járni a vizet, a vízpartot, ki kell jelölni azt a felületet, azt a vízfelületet, ahol megfelelően biztonságos a fürdőzés. Egyéb helyeken ez nincs meg. Ugye kezdjük ott, hogyha valaki fürödni megy mondjuk olyan helyre, ami nem strand, hanem ilyen szabad strand, tehát strand az csak nem egy zárt tér, akkor ott milyen dolgokat érdemes vinni? Gondolok itt arra, hogy gondolom nem baj, hogyha valakinél legalább a csapatból van mobiltelefon, hogyha bármi gond van, valakinek tudjon szólni. Mik azok az eszközök, amik mindenképpen legyenek nálunk, hogyha mondjuk olyan helyre megyünk, ami nem egy kiépült strand valahol? Na most, tehát amit említettem, ezek a homokpadok, gyakorlatilag a homokpadon való fürdőzés egy nagyon jó mulatság, mert akár kisgyerekkel is oda lehet menni, és egészen a felnőttig minden korosztály megtalálja azt a lehetőséget, hogy fürdőzzön. Nagyon sokan vannak olyanok, akik úszni sem tudnak, hiszen ezeknél a homokpadoknál 30-50-80 cm-es vízmélység van, kellemes, nem áramlik, felmelegszik, csak éppen ennek a homokpadnak van egy széle. Tehát aki elmegy egy ilyen helyre, az mindenféleképpen persze gondoskodjon, mobiltelefon most már mindenkinél van, de gondoskodjon arról, hogy kijelölje ezt a vizet, ezt a vízfelületet. Aki úszni tud, menjen körbe, járja körbe, hogy oké, itt van a leszakadás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a parttól szépen lassan mélyül a víz, és aztán egyszer csak valahol, ugye ezt nem látjuk, mert Magyarország vizei nem átláthatóak, többek között ugye a Tisza sem, valahol egyszer csak van egy leszakadás. Ezt a homokpadot kiépítette a víz, és ennél a leszakadásnál gyakorlatilag egy méteren belül 3 méterre kerülhetünk le a víz alá. Ez a folyami homok, ami oda kerül, ez egy nagyon laza szerkezetű, tehát az azt jelenti, hogy többször próbáltuk, teszteltük, hogy mi is történik a víz alatt, természetesen ugye felszerelésben, meg segítőkkel. Gyakorlatilag az ember azt hiszi, mikor ott elkottyan, hogy följut a tetejére és elkezd fölmászni, de hát nem fölfelé megy, hanem lefelé süllyed, mert a homok egyszerűen kifolyik a keze és a lába alól, és egyre lejjebb kerül a mederfenékre, tehát nem fölfelé jön, bár ő úgy érzi. Úgyhogy éppen ezért ezeket a határokat kell körbe keríteni, megnézni, gallyakat leszúrni, bármit, kijelölni, hogy hová mehetnek, meddig mehetnek, mert nem látjuk, hogy hol van a homokpad. Ha már ott tartunk, akkor
Kik a veszélyesebbek? Azok, akik nem tudnak úszni, vagy azok, akik tudnak úszni, vagy legalábbis azt gondolják, hogy tudnak úszni? Én azt gondolnám civilként, hogy aki nem tud úszni, az jobban óvatos, mert tudja, hogy ő addig tud csak menni, amíg a lába leér. Míg akik tudnak úszni, azt gondolják, hogy hát, ha még a 3-4 méter mély is a víz, vagy egy folyó, hát mégis úszni tudok, nem lesz nagy baj. Mi így az elmúlt több mint 20 év során nagyon sok vízi balesetnél voltunk. Hát sajnos ugye a idézőjelben az utómunkálatokat végezzük el, amikor meg kell keresni a vízben eltűnt szemét. Akkor már mi segíteni nem tudunk rajtuk, annyit tudunk csak, hogy visszaadjuk a családnak. Igyekszünk megkeresni, és még ugye olyan állapotban visszaadni a családnak, hogy tisztességben el tudják temetni. Na most, ha csinálnánk egy statisztikát, akkor nem tudunk így ilyet, hogy ebből van több, vagy abból van több. Mind a kettő. Nagyon sokan ugye túlértékelik az úszó képességüket, a fizikai adottságaikat, és rendszeresen ugye, ami teljesen szabálytalan, hogy átúsznak a túlsó partra, meg vissza. És aztán ez egyszer csak nem sikerül. Tehát ez az egyik variáció. Van úgy, hogy úszógumival játszanak, gyerekkel úszógumi, elsodródik az úszógumival a gyerek, megpróbál utána úszni valamelyik szülő. De van úgy, hogy a homokpadról lelépnek, pedig tudnak úszni, és így is szedtünk ki. Mert duhajkodnak, az alkohol hatása, ugye itt is jelentős befolyással bír ilyenkor, hogy még erősebbek vagyunk, nem figyelünk úgy oda, és lelépnek a homokpadról. Úgyhogy volt úgy, hogy a mentő szemét, aki egy ilyen önkéntes mentő volt, ő fulladt bele. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok, és vannak olyanok is persze, akik nem tudnak úszni, és így süllyednek el. Az egyiknél is, és a másiknál is egyébként nagy részt a pánik az, ami okozza a balesetet. Tehát az úszás tudással bíró ember is, hogyha lelép erről a homokpadról, amire nem számított, mert nagyon sok ilyet találtunk, kerestünk, ők is gyakorlatilag hiába tudott úszni, elmondja a családja, hogy hát pedig tudott úszni. Másik fontos kérdés még az, hogy valaki nem strandolni megy, hanem mondjuk csónakáznak, vagy bármit csinálnak akár folyón, ugye, vagy száppal például próbálkozik, ez most egy divatos dolog, akkor ugye ott kötelező az, hogy valakin legyen mentő mellén. Csak nagyon sok fiatal azt mondja, hogy ő nem vesz fel mentő mellén, egyrészt tud úszni, másrészt meg ronda, ő jobban néz ki mesztelen felsőtesttel, de kell az a mellény. Most hozott magával egy ilyen mentő mellényt. Miért lehet ez nagyon fontos, amellett, hogy nyilván fenntartja az ember? Tehát persze, ez a mentő mellény, ugye ezt mindig meg szoktam kérdezni, hogy ez ciki. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ciki. De a családnak milyen érzés az, amikor valaki enélkül megy be? Ez fenntartja a vizen. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, mindegyiken rajta van a súly, meg van határozva, hogy milyen súlyra ajánlják. Ez gyakorlatilag, amire a gyártó garanciát vállal, ennek megvan a minősítése. Tehát ezeket bevizsgálják és folyamatosan tesztelik. Ebben nem lehet elsüllyedni. Tehát ezt azért is hoztam, mert nagyon sokan nem használnak mentőmellényt, mert ugye, hogy néz ki, és na de hát utána hogy néz ki, amikor keresni kell. És a színe is fontos, gondolom, mert láttam már ilyen divatos mindenféle mintásat, de azért ez a legjobb, igaz? Ez a narancsárga szín már, hogy ez távolról látszik, mint talán sötétben is jobban. Igen, de hát ugye ez hajózásra van elsősorban kitalálva, ott a nagy vízfelületen messziről észre lehessen venni. Most, hogyha az ember kimegy a folyóra, bármilyen színűt, amit talál, bár általában egyébként feltűnő színűek, azokat érdemes használni, megvenni és használni. Tehát ez a pár ezer forint, ez még mindig kevesebb, mint egy temetés. Így van. Ami pedig nagyon-nagyon fontos, az, hogy mindenhol, horgászoknak is ajánljuk, van horgászmellény, tehát kimondottan csinálnak zöld színű horgászmellény zsebekkel, mert hogy nagyon sokszor ugye ők kerülnek bajba. És a mentőmellény csak így egy példa, hogy gyerekek tengerparton mentőmellényben játszottak. Hát apukának, anyukának nem kellett úgy odafigyelni, és élvezték a hullámzást, egészen kisgyerekek is. Tehát láttam ilyenre is példát, hogy ott a szülők feladták a gyerekekre.
Volt itt is példa egyébként, Tiszán is lehet látni, hogy sajnos utána áldozattá vált, hogy végig rajta volt a mentőmellény, mert nem tudott úszni. Egy vízitúrán vettek részt. Végig rajta volt. Kiszálltak, labdáztak mentőmellényben. És egyszer visszament a vízbe. És lecsúszott mentőmellény nélkül. Tehát az egész vízitúra során rajta volt, napokon keresztül, egyetlen egyszer nem volt rajta. Tehát az, hogy valaki nem tud úszni, az nem ciki. Ugyanúgy ez sem. Tehát a másik pedig az, hogy ugye nagyon sokszor beleviszik az emberek tehát valakinek kellene lenni egy csepp eszének, hogy te figyelj, te nem akarsz bejönni a vízbe, mert te nem tudsz úszni, akkor ne gyere be. De az is lehetséges, amit az előbb elmondtam, hogy körbehatárolni is. Figyelj, gyere ide be, itt biztonságos, nézd meg. Úgyhogy a mentőmellény az életet ment. Azt kívánom, hogy ebben a szezonban, bár ezt tudom, hogy naivság, hogy ne legyen dolguk ilyen jellegű, biztos lesz majd azért, de reméljük, hogy azért tudtunk egy-két jó tanácsot adni a strandolni és úszni vágyóknak. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm szépen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!